Na sziasztok, én Atoszok, és ezen a következő része a gyönyörű sorozatunknak, ahol bemutatom nektek, hogy hogyan csináljátok meg a fesztiválon való eseményeket. Ez a része a sorozatnak egy kicsit lájtosabb lesz abból a szempontból, hogy nincs benne mind kihívás, ami volt a fesztiválon. Ezen a héten egyik se volt a legnehezebb, de azért voltak közöttük azért kicsit olyan húzósabbak. Na de, nézzük is meg! Na hát akkor újabb hónap, újabb autók. Ioniq 6 2022-es és a NIO AP9, ami én számomra egyik legjobban kanyarodó autó, aukciósházban amúgy 20 millióért ment, nincs igen fent az aukciósházban, lát, hogy most már igen, de amikor én vettem, akkor nem volt a legtöbb fent belőle, szóval aki akarná, az most meg tudja szerezni, de a kihívásokat egy driftzónával fogjuk kezdeni, amiért egy #64 Nissan Z-t kaphattunk. 600 ezer pontot kell összeszedni vulkáni driftzónában, vagy fölfele fogtok driftelni, vagy lefele, de hát lefele könnyebb persze, hogy ez normális dolog. És egy S1900-as Formula Drift autóval kell oda menni. Én egy BMW, öregebb BMW Formula Drift autót választottam. Több ilyen Formula Drift autóm volt, de hát ez volt ilyen nagyon szimpatikus, mert a BMW-k azok még hátsó kerekesek és nagyon jó drift autók. Mindenki arra építi meg a BMW-jét. Brutális. Kicsit tuningoltam rajta, itt hagyom a tuningkódot is nektek. Na jó, itt is lennénk a driftzónában, megtekertem nektek, benne van az egész, hogyan drifteltem egészen lefele. De hogy miért adtam benne, ahhoz fűződik egy sztori. Azon kívül szerintem erre a részére a Forzának, már lassan, már 2 éve kint van a Forza, vagy 2,5 éve, nem tudom pontosan. Erre a részére értünk, szerintem már mindenki tud driftelni, és az újoncoknak csak annyit tudok mondani, hogy driftet nem lehet elmagyarázni, de a tuningkódot nyugodtan használjátok, az autó amúgy brutális. Én kb. A driftzona felében már elértem a 600 ezeret. Na és itt kezdődik a sztorim, hogy egyszer akartam csinálni egy egész videót ebből a driftzónából, hogy lefele driftelve érjük el az 1 millió pontot. Tudom, az 1 millió pont ebben a driftzónában nem valami wow, nem valami nagyon nagy pontszám, de megint csak az 1 millió az ilyen rekordszám, főleg olyan játékosnak, mint én. És itt jöttem rá arra, hogy még ha mentem volna egy-kétszer legyakorolni a pályát, biztos vagyok benne, hogy még több mint 1 milliót is elértünk volna, szóval ezek a Formula Driftek amúgy nem kidobásra való autók, nagyon jók. Persze jobb, hogyha saját magának építi az ember, így legalább fejlesztve a tuning képességeit, és még hozzá nagyobb öröm, hogyha egy saját tuningolt autóddal eléred az 1 milliót, én még ilyet nem értem el. Na, a következő driftzónához is egy Formula Drift autó kellett, S1900-as, 140 ezer pontot kellett összegyűjteni, és a melegházak driftzónáról lenne szó. Na de nézzük is meg, ahogy mondtam, drifthez nem tudok valami tanácsokat adni, mert én sem vagyok valami nagyon nagy óriási driftes. Itt is egy részt kivágtam a driftzónából, mert elrontottam az egészet, épp hogy csak elértem azt a pontszámot, de megint csak nem lehetetlen, amúgy nagyon könnyű volt. És boom, RP mutatvány telesítve. A következő driftzóna a Camino de Montaña. Épp úgy Formula Drift autót kellett használni, és egy 900-asat 140 ezer pontot kellett összegyűjteni. Például én 4-es fokozatban drifteltem, mert ezzel másod nem lehetett. És így amúgy pont jó volt nekem az autó. Szóval, ha véletlenül használod a tuningkódot, akkor válts át 4-esbe, manuális váltóval, és biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog neked. Ott látod, hogy vannak ilyen szebb mozdulatok a driftelésemben. Na de így ezzel be is fejeztük a harmadik driftzónánkat. A következő kihívás a kincsvadászat volt a béka a kútban. Ezt az autót, ami a képen van, nagyon sokat kerestem, de amúgy a Austin Helly autó, ilyen zöld kis kocsi. Mit kell csinálni? Elmentek egy ugratóhoz, és 5-ször leugortok. Én úgy csináltam, hogy leugortam, visszatekertem, leugortam, visszatekertem, és ezt 5-ször eljátszottam. És a kincses kihívást teljesítve, mindjárt kísérli a játék, hogy 5-ödikre leugortok. És megmutassa a kincses ládát, hova rejtették. A kincses ládát pontosan megmutassa a térkép, hogy hol találjátok meg, és ha leromboljátok, akkor 300 forzató pontot kaptok. A következő kihívás a fotókihívás volt, egyben az utolsó is, és a lényege csak annyi, hogy Oskamposi driftzónába bele kell menetek, kell villani a képernyőnek, hogy elkezdjétek a driftzónát, bum, fotómód, lefényképezitek az autót, és kész a fotó kihívás. Na én talán annyi is lett volna, tudom nem lett a legjobb, de próbálkoztam külön még így is kiadni nektek a videót, hogy egyszerűen tudjatok megcsinálni a kihívásokat. Tudom nincs benne mind, de azért a legtöbbére a kihívásoknak nem kell semmi valami spéci autó, egyszerűen csak versenyezni kell. De azon kívül próbálkozni fogok amúgy full videót kirakni, mind kihívással, ami belefér a videóba, de így is remélem, hogy tetszett nektek. Én Atosz voltam, és találkozunk a következő részénél. Na cső!